Az várható volt, hogy itt a bevonulások nem nagyon fognak hasonlítani hangulatban egymáshoz. Elég nagy kontraszt volt. A Barnevelt pedig nagyon ért a közönség nyelvén. Hát nem kevés Barney szurkoló van kint most jelen pillanatban. Reméljük egy hasonló kiélezett meccset láthatunk, mint amit láttunk az előbb. Egy biztos, hogy nem lesz könnyű dolga Gervin Price-nak. Nem csak azért, mert egy Barnevelt az ellenfele, hanem azért, mert ilyen körülmények között, ilyen közegben kell, hogy játszon. Ugye, óriási. Ne felejtsük el, hogy az előző mérkőzését, amit ugye Barneynak játszania kellett, az ugye azért volt számára érdekes, ugye Ryan Mikul ellen játszott, ugye Barney a 32. kiemelt, mert ugye gyomorrontása volt, ugye előtte kajálni volt a kínai kaját, és rosszul volt, hogy még a meccs előtt feküdnie kellett, 43. Tehát nem top formában állapotban érkezett meg. 180! Több se kelt a szurkolóknak. Főleg, hogy még ráadásul rosszul is kezdett Price. Százas. Leváltása nem jön Barneynak. 58. Jöhet Price vissza, hogy ő is megmutassa azt a 180-at. Igen. 140. 263-ra Barney. Nincs tripla. 59. Oda 180. Viszont van tripla. Kettő is. Ez jó. 100-as, 104-re lemegy Barnevel. 84-re Price. 19-es. És a dupla 20. Megoldja! Hiába kezdett rosszul Price, és hiába kezdte az első körét egy 180-assal Barneveld, az elsőleg Price-é. Most viszont egy 60-as kezdés. Hoppá, ide is, oda is. Ha legalább a szektort eltalálta. Nem tudta kihasználni Barney gyengébb kezdését, még gyengébbet kezdett. Gervin Price. Elmegy az egyesbe. 78. Ugye természetesen itt is 4 győztes szettig tart a mérkőzés, egy szett 3 győztes legig. Kivételez természetesen, hogyha 3-3-ra állnak szettekbe, kettővel kell nyerni a hetedik szettben. Két győztes leggel, így hogy 2-2 után addig mennek, amíg 5-5 nincs, vagy valaki 2 leggel nem nyer addig, és utána jön a mindent eldöntő 11. leg. De ez természetesen csak akkor, hogyha a szettekben is egálva állnak, tehát 3-3-ra. 115 volt a dobás. Megvan a tripla 20, az is jó, dupla 20! Majdnem egy brutális kiszállóval nyit itt Barneveld az első szedben. Egyes! 160-nál jár, 40 pont. És a dupla 10, megvan, 1-1. 15 nyilasra egy 16 nyilas válasz. Százal kezd Price.
140. Kezd ebből is egy jó meccs kialakulni. Nem jön két triplás kör most Barnevelnek. Azt kipatta a 40. Nem tudott gyökeret ereszteni az a nyíl a 20-asba. 58 megint. Tripla nélküli kör most. Az jó. 140-nel. Csak fölzárkózni tud, igaz, átveszi pontban az előny, de Price előbb lehet kiszállón, főleg így. Kellene még azért egy tripla neki. Meg is dobja. 68 a maradék. Hú, mennyi. Láttad, mennyi Vincent van der Voort szurkoló volt? Tripla 13. Jó, de szép! Marad az 58. 123-mal. Egy nyíl marad duplára. És a dupla 20. Be is dobja! Óriás üvöltés közepette. Megint egy 15 nyilas leg. Vörösödött is a feje. Na most ott lett volna egy kis mikrofon, egy ilyen csiptető rajta. Azt hiszem, a hangmérnökök megőrültek volna. 140-es kezdés a hollandtól. Erwin Price-tól jönne a válasz rá, kell a két tripla, jön egy 135. Nem, ott van, megint. Ezt most már másodszor játssz el, vagy harmadszor. Barnevelt, hogy nem jön a tripla második körre, jó kezdés után. De Price-nál sem jön. Ez az üveg, ez óriási, amiből isznak. Nagyon jó. Legalábbis Hubertust, vagy nem tudom, hogy mit vinnének oda fel. Százas. Ó, 83. 201-re Holland. Megvan a tripla. 105. Marad a 96. Lemegy 100 alá. Most jön a 180. Ó, azt gondoltam. 137. 87 a maradék. Érkezik, ugyanúgy érkezik. Nice. Dupla-dupla. Nem. 16. 56-tal 40-re, de 87. Break és setnyi lehet. 20-as, vagy tripla 20-as, és a dupla 5. És bedobja! Megint hatalmas üvöltés, tán nagyobb, mint az előtt, mert ez nem csak leggyőzelmet, hanem szedgyőzelmet is hoz Price-nak. Húha! Elemében van Price, hangilag is. 1-0-ra vezet. Latyák Nikolett szerint nem Hubias, hanem finom házi. Mivel akkor is kell hozzá, igen, amiben beletöltjük. Na szóval Gerwin Price 100%-os kiszállózása, 93,2-es átlaggal megnyerte az első szettet 3-1 arányban. Van Barnevelnek az átlaga 98,29-os, és két kísérletből egy, azaz egy bedobott duplája van. És az volt az érdekes, hogy jó kezdései voltak, de a második körei az általában tripla kör nélküli volt, és ennek akkor mindig föl tudott zárkózni Gerwin Price. És ezt azért mondom, mert Bárninak is 98-as az első 9-nél, de Price 88,25-os. Úgyhogy így állunk jelen pillanatban, és kezdődik is azonnal a második szett. Olyan kitörései voltak Price-nak hangilag, mint hogyha a Krakatau tört volna ki. 180!
Ugye kíváncsi lennénk, mert hogy ezt látjuk, de igazából nem éljük át ezt a hatalmas ordítást, üvöltést, hogy vajon ott a színpadon ezt hogy lehet hallani. Jó! Oh, hatodik! Igen, ebbe az évben a tévés 9 nyilasok között ugye a legtöbbet Price dobta. És az utolsó. Látod, milyen a közönség? Akkor, amikor születőben van a 9 nyilas, akkor nagyon kedvelik Price-t. Arra rövid időre. De tényleg jó figura egyébként. 59, gyönyörű van, 17. Gyönyörű. 117-es kiszállóval. 12 nyilas leg. Azt írja Lajos, hogy nagyon hangos és ijesztő az ordítása, de meg lehet szokni. Tudja. 97-es. Gyönyörű kiszálló. 59. Elnézést kérek a bárnevelt szurkolóktól, de ez... Főleg Lajostól, mert ő ki is írta, hogy Barney Army. De ha nem fog tudni rákapcsolni bárnevelt, akkor ez egy könnyed meccs lesz Price-nak. 140. Nagyon-nagyon megy most Price-nak. 139. Ez nem tripla alatta van. 58-as. Tripla, na ezt kellene kihasználni Barneveldnek. Most egy jó kerekítés kéne, tehát 100 alá lejönni, vagy 100 közelébe, egy 140-nel. 140 meg is van. 104, na 149. Jó, tripla 19 kell. Kiejtette a kezéből, lehajol és újra kezdi. 70 pontja van. Hozza a közönség hangját ez az előző köre Barnevelnek. 3 volt a dobás, gyönyörű kerekítés 16-ra, 104. Gyel a tripla 20-as. Nincsen, 64 pontja van. 88-al. És a dupla 8 a 2-0-ért. Dupla 4. Bedobja. 17 nyilas leg volt előről. Igen, hát Barnevelnek bele kell húzni. Nem tudott duplára dobni hátsó pályán. Ezt ki, nem tudta kihasználni most. De már 2-0-ra vezet. Szép korrigálás. Nagyon elkapta a fonalat Price. De beleerősít Barneveld is. 140. Nézzük. Price folytatását aládobja. 96. Hogy folytatja Barneveld. Ez egy tripla egyes sajnos, az viszont már jó. Ó, 66. Hiba. Kiszállónak kiszálló, 173 triplával. Á, most kegyetlenül játszik Price. 127, 98 a maradban. 113-as átlag. Nem lesz belőle. 170. 72. Na, 98. Négy körös hátsó pályás. Megvan. Dupla 19. 11 nyilas lehet. Ebből nem lesz. Hármas. És majd akkor a következő körrel, ha egyáltalán lesz következő kör számára. 72 Barnevelnek. És a dupla 20. Nem dobja be! Következő kör így. És a 2-0-áért. De még mindig szenved vele Price. Nem dobja be! Ó, mekkora sanszot hagyott ki!
Bárdi 16. nyíl. Megoldja. Folytatódik tovább az első, a második szett. Bizonyám. 60. Nem kezdett jól, most nézhetjük, hogy a hollandnak hogy sikerül. De jó kamerállás volt. Na most felpörgetheti a játékát Barnevelt. 140, 60-ra válaszként. Szektorhiba. Nem tripla. 55. Nem jó kezdi Price. És ezt már láthattuk mondjuk a Grand Slamot dárcon is. Bárni föl tudja magát építeni. 140, nézi ezt. Irwin Price. 19-esre kezd tovább még mindig. Most már tripla 20. Ó, az belé ment. 53 a dobás. Ez most nagy hiba volt Válnitől, ott volt a lehetőség, hogy visszabrékeljen. 180! Nagyon kegyetlenül kihasználta most Price. 180 kell, nincs mese. Jön a tehervonat. 180! 66! Teljes rakományával megérkezett Price vállára a tehervonat. 12! Ezt nagyon jól tudja Price, és dobja! 3-1, 14 nyíl. Érdekesen alakul, pedig tudott váltani Barneveld arra, hogy fölzárkozzon, de csak kerekíteni tudott duplára, és egy 14 nyilassal behúzta a szettet Irwin Price. Mi is elmegyünk egy kicsi pihenőre, nem sokára folytatjuk. Na hát akkor ismételten jelentkezik London. És ugye a második szettben azért Irwin Price egy kicsit oda rakta magát, hiszen 102,83-as átlagot dobott a második szettben. Raymond van Barnevelt 94,47%-os átlag. És ami a kettő játékos közötti különbség, ami 20 pont, az az első 9 nyilakban van. Price javára 111,42-t dobott Price az első 9 nyilva. Majd Barnevelt 91,25-öt. Úgyhogy itt most jelen pillanatban tömegbe kéne javulnia a hollandnak. Most ugye... Bocsánat, Fehér Ádám föltett egy videót, köszönjük szépen, és köszönöm szépen. Érdemes meghallgatni, ez egy válogatás Irwin Price ordításaiból. Ez azt hiszem tökéletesen visszaadja azt, hogy hogy szól ez ott a színpadon. 137-es. 180! Mindig mutogatja magát ez a 9-es tábla, de nem akarja akar stabilan ott maradni. 100. El tudom neked intézni, hogy kinyomtatom és kiválom. Köszönöm. Oké. Okay. Vagy ide berakjuk, mint a és mindig látod a 9-et. Hát hogyha... 130-ra. Nem kell kiszállnia. 56, 74 a maradék. Majdnem mondtam valamit, hogy hova kellene kitenni ezt a 9-es táblát, amit az ember egy ilyen 15 percig naponta biztos ott lát. Nem dobja be. 64 volt a dobás. Nagyon magabiztosan kezdi ezt is Price. A 16 nyilas legre van megint szüksége ahhoz előről. És Máni megint nem volt kiszállón. Vagy nem volt rádobott nyilak kiszállóra. 60.
139. Hát nagyon úgy néz ki, hogy azt a mérkőzést, amiből nagyon nagy eddig óriási nagy meccset vártunk. Uff, 184. Pont ezt akartam én is mondani. Hogy... Egyébként ez Jim Williams és Gabriel Clemens hibája. 30 volt közben. Hát ez nagy pek, ott a nyoma is a... Pont a csomba. 100-as. Kérdezték, hogy volt-e valaki olyan, akinek mind a három triplája kipattant? Igen, volt. Méghozzá világbajnoki döntőbe egyébként. Azt mondja, hogy Gary Anderson, Phil Taylor világbajnoki döntő. És Gary Andersonnak volt ilyenje. A 125-re Barnevel. Megvan. Ó, micsoda! Egy gyönyörű micsoda volt! Kiszálló volt! Hogy ilyet is látni végre! Hát te csak fölhúzza most a Barneveldet a játékban, hogy elhiszi magáról, hogy itt bármi lehet. Ritka, mint a sarki fény az ilyen. Óriási. Lehet ez, gyönyörű volt. Ja, 25-öt célozta meg az első nyíllal, de... Igen. 180! A negyedik 180-a. Volt Price-nak. 60-as. És nem találja el most a triplát. Pedig brékelnie kéne ebbe a szedben Price-t ahhoz, hogy tudjon valamit is kezdeni. Meg tudja nyerni a szettet Barnevel. 100-as. Még mindig csak 284-nél tart Barnevel, miközben megint. Már kiszállóra dob lassan Price. Igen, csak megint a 12 nyilasra dob rá, és nem dobja be. 79 volt a dobás. Száz. Dupla négy. Dupla négy. Meg mindig. Bedobja a 2-1. Százas. Nagyon jó kezd, Price, az is benne. 140. Százas. Jobb százas. Egy 85. Pedig az átlaguk az nagyon hasonló. Igen. Csak az első 9 kiluk nem. 10 pont van közte. 140, az még oda befért. Csak 9, na 161. Megvan. Az is. Az is. Picivel mellé. Marad, igen. Oh, 95, 122, maradt 25-re. 9 és a dupla 8. Bedobja a 2-2. Viszont Price kezdi ezt a leget. Most azért na, ez most nem stabil, volt jó nem. Kezd, igen. Nem volt jó kezdés. Játék a Price-nak. Nem jön Barninál sem tripla. Na ez ó, a hiba. Nem, ez, na, a ez hiba. Volt most a nagy hiba. Azonnal ki is használja. Price 135.
Egyre pontatlanabb, egyre szétesőbb a játéka. 19. Nem lesz kiszállóra kerekítés. 59. És hát ott 60-135-59. Össze tudja magát kapni Barneveld. 180 kell, nincs mese. Igen, igen. 180! Hú, de kellett ez most neki. De abban a pillanatban vált Price. 180! Szinte mosolyogva dobta már el a harmadik nyilát. Az is alatta. Á, nem jön, nincs kiszállón. 67-re Price. 18-as, és a dupla 20. Nem dobja be. De nincs kiszállón a holland. Az első nyilára tripla 9-et szerette volna dobni. Még mindig nincs a dupla meg. 20. És még mindig nincs meg. Elrújtja! Esély Barneveld előtt. És nem csak a leget nyerheti meg ezzel, hanem a szettet is. Na 94-re. Felé lett a közönség. 76. És a dupla 8. Nem dobja be! Képes-e ennyit rontani duplára Price? Hogy adjon még egy esélyt Barneveldnek? Nem, megoldja! Igen, felhúzott, felspanolt állapotban játszik Price. Nyilvánvalóan nagyon nem örült neki, hogy Barneveld ellen kell játszani, annak meg különösen nem, mivel tudja, hogy Barneveldet imádja a közönség, így még nagyobb lesz a kontraszt kettejük között, már ami a közönség megnyilvánulásából fajul. Vagy fakad. 180! A legszebb látvány. Negyedik. Ötödik fölé megy. 95. Talán egy váltás, ami eddig volt, az nincs. Oh, 96, 130 marad. Hattal 147 a maradék, 130-ra. Tripla 20. És a Bull 65-tel lefelezte, 147-re Holland. Az is jó! Bedobja a 147-et! El is ébredt a közönség most. Száz. Bárni kapta el a fonalat. 125-ös. Nézzük, mit tud most mutatni Price. Jön a tripla. Le kell váltani 19-esre. 128. Kipattan a nyila. 79, 160-on maradt. Pedig az nagyon hiányozhat az igen. A érték. Nem lesz így kiszálló. Gyönyörű volt. 118 volt a dobás. Ma 160-ra egy ilyen kísérlete már volt Barneveldnek. Ibázta a dupla 20-at. 120-asra.
Dupla 10. Mindig dupla 10. Az már nagyon közel. Nem dobja be. Bedobni. Na, 120. Most örült volna Várneveld annak a 40 pontnál nagyobb dobásnak. Megvan a tripla. És a dupla. Az nincs meg. Dobja be. Továbbra is a dupla 10. Ennyit már nem fog Price hibázni. Bedobja. 1-1. Nagyon jól tudja Price, hogy lehet cukkolni a közönséget. Hatvanas. Száznegyven. Szinte élvezi ezt a helyzetet, Price néha olyan... Most kaptam az üzenetet, hogy nem jött a sárkány Lacinak. 60. 180, 171, 177, mind jó lehet, de nem jó ez így a tripla. Nem jön csak az egyesből. 43. Látni sárkányt. Tegnap előtt is a Hobbitba. Hobbito. 46. Csúnya véget ért a sárkány, sebezhetetlen sárkány. Hát ezt nem tudom, jó, oké. Tettem, de nem. Nem süsű a sárkány, ez hobbitos sárkány. 54. Kilencvenötös. Százhuszonötös. Price próbálkozhat a 160-nal. Igen, 119-e maradt Válninak. Ez az esély már az első nyílnál elszállt. Százas. Meg kell oldani a 119-et. Vagy kezdhet a győzelemért Gervin Price. A mérkőzés győzelmért. Nem jön. 59. 20 és a dupla 20 egy bréklegért. Még fölötte. Nem is fölötte. Újra lehetőség a holland előtt. Még egy nyíl. De nem elrontja. Na, ezek nagyon-nagyon súlyos hibák. Közel, nagyon közel. Benne van. Brékleg, és kezdhet a 16 közé jutásért Price. Game on. Hoppá, igen. Így is egy 135-ös kezdés. Negyvenötös. Kapja lehetőséget egyébként. És hogyha megnézzük összességében, Price az élete legjobbját nyújtja. Nem, hát az... Mégis az az érzése van az embernek, hogy a nagyon sok a tripla nélküli kör, látod? Igen, a kettőjüknél, de bánne verni még több. Száznegyven. Még azért életjeletet mutogat, vagy mutat Van Barneveld. 18-as, 134-el, 128-as. Van a pillanat, vagy Barneveld valamit produkál, pozitív értelemben egy jó kört, rögtön jön rá válasz Price-tól. 92, 100,
16-ja maradt, 128 a meccsért. Megvan. Kell még egy hozzá. Az is benne a dupla tíl. Bedobja! Sima 4-0. Az eddig a legnagyobb ordítás, hangja el a száját, adja el a száját, torkát. Hát, simábban hozta ezt a mérkőzést Price, mint amire számítani lehetett. Na, hát ez egy nagy rohanás volt, szerintem. És akkor... És akkor egy maradt hátra, egy mérkőzés mára. Peter Wright Kim Huybrechts ellen játszik majd. Néhány perc múlva kezdődik a mérkőzés.